Azaz. Most megfigyelhetünk egy oroszlánt, ahogy elvonul társaitól. Körbenéz, majd pedig böfök egyet. Túl sok alkoholt ivott. Hát ezek a mai oroszlánok már csak ilyenek. Az elefánt gyönyörű teremtés, több tonnát nyom. Amint minden állatnak neki is kell böfögnie. Most lenyúl egy kis fűért, hogy leöblítse azt a szagot, ami benne maradt a szájában. Miki ül az osztályteremben. Rájön, hogy nem ül mellette a Varga. Varga! Varga! Ez a híres Varga hívó ének. Ezután rájön, hogy a Varga nem lesz itt egy ideig. Fingik egyet, majd pedig böfög. Ez egy madár. Szépen szállt egy napon, amikor jött vele szembe egy másik madár. És mit csinált a második számú félszárnyú madár? Úgy van, leböfögte a másikat. Ez a köcsög madár. Ez itt egy szomorú nyúl, kinek füle lekom nyúl. Szomorú, mert eddig nem böföghetett. Ám de ma minden megváltozik. Ő már egy boldog nyúl, kinek a füle az égbe nyúl.